Hidler Erika, Kökény Bea, Pádár Ildikó. Olyan kézilabdázó klasszisok, akik nélkül a ferencvárosi kézilabdasport nem lenne olyan gazdag és nagy hírű, mint napjainkban. Fiedler Erika 1981 óta szolgálja a Fradit, saját nevelési játékosunk is tagja volt annak a csapatnak, amely Kökény Beával és Pádár Ildikóval együtt 4 bajnoki címet és 5 magyar kupa sikert szerzett a 90-es években. Köke és Párduca válogatottal is ma már elérhetetlennek tűnő sikereket halmozott. 2000-ben Európa bajnokok lettek, de 2 olimpiáról is éremmel tértek haza, ahogyan egy VB ezüstöt és egy EB bronzot is nyertek. Aktív játékos pályafutásuk befejezte óta pedig ugyanúgy a Fradit szolgálják, hűséggel, szeretettel, olyan meggyőződéssel és eltökéltséggel, hogy a fiatalok elé jobb példaképet keresve sem találhatnánk. Mi fradisták szerencsések vagyunk, hiszen életük továbbra is a Ferencvárosról szól. Ezért is ültünk le velük beszélgetni az Elek Gyula arénában, ahol 4 témakört jártunk körbe. Csapjunk is bele a közepébe, lássuk, hogy mi az első témánk. A hölgyeket arra kértük, hogy 2 dolgot hozzanak magukkal. Egyrészt egy olyan sztorit, amit a szurkolók talán még nem hallottak, másrészt pedig egy tárgyat, ami fontos a számukra. Hát üdvözöllek benneteket, kíváncsi vagyok, hogy ki mivel készül, kivel kezdjük. Ildikó. A történettel kezdjük, hogy a tárgy, először a tárgy, mert láttam, hogy ott nagyon csillog valami. Szerintem lehet a tárgyakkal kezdeni, és természetesen van, amelyik nem teljesen hasonlít a Párduchoz, de a legzöme az azért Párduc, mivel nagyon régóta, 1992-ben, 3-ban kaptam a betenevemet, a Párducot. Ez honnan jött? Egyik csapattársam nevezette Párducnak, valószínű, hogy azért, mert, vagy legalábbis ő azt mondta, mert úgy küzdöttem a pályán, mint egy Párduc. Kicsit a Pádárból, és kinevetnek a többiek. Nem tudom, hogy küzdeni egy Pádár. Nem tudom. Valószínű, hogy a Pádárból is, fekete haj, fekete Párduc. Tehát ez valahogy így összeállt, és akkor azóta én Párduc vagyok. Megmutatod őket? Igen, tehát van egy ilyen kis Swarovski is. Ez egy ilyen kis ékszertartó, igaz, hogy ez nem Párduc, de nagymacska. Ez egy fából készült, ez pedig egy kis medálka. A történetedet elmeséled? Igen, az is a becenevemhez kapcsolódó, Párduchoz. Még a régi ülőjutú stadionban egy foci mérkőzés után egy ismerősömmel álltunk ott a troli megállóba, akkor még ott járt a 75-ös trolibusz, és oda jött hozzánk egy szurkoló, és valamit már kérdezett, arra nem emlékszem, csak láttam, hogy nagyon rám nézett, és láttam rajta, hogy valószínűleg megismer, majd így nagy szemekkel, kikerekített szemekkel így rám nézett, és köszönt nekem, hogy szia Puma. és akkor meghagytuk a hitébe, és aznap én Puma voltam. Mert én nem voltam ennyire kreatív, mint a Párduc, azért hoztam egy érmet. És ez milyen érem? Igen, hát ez a 94-95-ös bajnokság, amikor 100%-os bajnokok lettünk. Erre, ezt gondoltam, hogy ezt hozom el, mert ez talán a legnagyobb bajnoki győzelmünk, hogy pont veszteség nélkül lettünk bajnokok. Hát a történetem, remélem, hogy a Németh András ebben a vírusos helyzetben megbocsájtja nekem, hogy róla fogok egy történetet elmesélni, egy vicces történetet, és remélem, hogy nem fog rám megharagudni, de azt gondolom, hogy hát ha ez majd feldobja a kedves nézőket a tévé előtt. 94 nyarán Horvátországban voltunk egy ilyen félig edzőtábor, meg félig nyaralás, és akkor én vittem ki egy ilyen nagy felfújható sárkányt, és az András próbálkozott, hogy ő majd meglovagolja a sárkányt, de ez neki nagyon, azt hiszem, hogy talán a előnyben a vizuális típusok. Azért képzeljük el a Németh Andrást egy sárkánnyal, ahogy a vízben küzd. Igen, 6.-8. ratán sikerült, és erről nagyon jó videó is van, de hát azt nem is merem. Azt nem hoztad magadnak? Igen, azt nem hoztam, addig nem merészkedtem, de bízom benne, hogy András, előre is elnézést kérek, de ez nekem ez a sztori nagyon, nagyon tetszett, és hát tényleg ez még olyan, amit nem nagyon mertem sehol se elmondani. Köszönjük szépen, hogy elmondtad. És Erika, eljött az idő. Eljött az én időm is, igen. Hát az én tárgyam egy kicsit régebbre nyúlik vissza. Egy, hát nem is tudom én micsoda. Igazán ez egy padnak a kupakja. Ezt én még 1982-ben kaptam, ez nem tegnap volt. Még akkor ifjúsági korú játékos voltam, és 2 akkor is a Fradiban játszó játékos társam fiútól kaptam,
az egyik jelenleg is a szakosztályán dolgozik, ő Pál Tibi. Ő is a barátja Megyeri Attila adták ezt nekem, és az van ráírva, hogy ez egy kézilabda világbajnokság, az akkor még IBV volt, tehát ilyen, ez még elősen szocialista rendszer, és az van ráírva, hogy a VB legenergikusabb játékosa. Ezt kaptam tőlük, hogy ezt azóta ezt is... Ezt ők írták rá? Ezt ők írták rá, igen, úgyhogy ez az a tárgy, amit hoztam. Hát illetve a történet az... Arról azt kell tudni, hogy én rettentő babonás voltam, vagyok, és még amikor az első mérkőzésünket közvetítette a tévé, még 92-ben volt a Magyar Kupa. 93. A köke nagyon jó évszámokban, én kevésbé. Ez akkor történik velünk, ugye a nővérem is csapattársam volt, és készülöttünk egy ebédhez, és hogy imádjuk a csirkét, és akkor sütünk csirkét, de nem jutottunk el a főzésben odáig, hogy meg is süssük a csirkét, hanem csak megfőzni sikerült, ezért nem is tudom én, 2 vagy 3 éven keresztül mérkőzések előtt mindig párol csirkeszárnyat ettünk, ami azért egy idő után már nem volt annyira vidám, de a kabala az kabala. Ez kicsit olyan edzőtáborosan hangzik. Igen, ez elég. Akkor memestere vagy ennek, hogy kell elkészíteni. Annak igen. Majd kiadunk egy receptkönyvet. Csak megsütni ne kelljen. Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtátok nekünk. Mi pedig már is megyünk tovább a következő témakörrel. Most pedig következik egy kis vagy-vagy, ez egy kicsit gyorsabb és rövidebb lesz. Ez azt jelenti, hogy föl fogok ajánlani 2 lehetőséget, és egyet kell választani. Most viszont ebben gyorsak leszünk, jó? Tehát, hogy hol, annyit engedek, hogy hol kezdjük. Ildikó. Jó, és mindenkinek ugyanaz a kérdés, végig megyünk, és utána onnan megyünk vissza, jó? Kisfaház vagy Elek Gyula Aréna? Kisfaház. Nekem is. Egyértelmű faház. 90-es évek, vagy a 2000-es évek? Nekem 90-es. 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 Oké. Okay. A kispályás kézilabda, vagy a nagypályás kézilabda? Itt most annyit engedjenek meg, hogy régen nagyon, tehát hogy a rendes futballpálya nagyságon is játszották a kézilabdát. Kispályás kézilabda, vagy nagypályás kézilabda? Kispályás kézilabda. Kispályás. Kispályás, de egy kicsit nagypályás is, mert az apukám még nagypályán játszott a Kinizsiben, úgyhogy azért valamennyire az is. A pályaborítás. Nem tudom. Parketta. Nem is mondjuk ki a másik nevet. Támadni vagy védekezni? Jaj, 50-50. Hát... Ez nehéz, mert a támadásban sokkal látványosabb az ember, de a védekezés meg az alapja. Alap, igen. Nálam a védekezés. Védekezés. Kézilabdázni sminkel vagy anélkül? Anélkül. Sportolni is mink nélkül. Még élni is anélkül, legyen. Anélkül. Hogyha erősítés, akkor a futás vagy kondizás? Kondi. Kondi. Is. Vagy. Nagyhangú, szigorú edző, vagy inkább egy halkszavú, de játékos párti edző? Ez ugyanolyan nehéz kérdés. Inkább a második, de inkább az elsővel volt dolgom. Inkább a második. Tehát akkor a játékos párt. Igen. Játékos. Második, igen. Játékos. Világos. Rendben. Hogyha választhatnál egy játékos társad, és akkor megint veled kezdünk, csak most arra megyünk, akkor kit választanál egy olyan klasszist, akinek hullámzó a teljesítménye, vagy egy olyan, egy kicsit átlagosabb játékost, aki nem képes se nagyon jóra, se nagyon rosszra, hanem egy átlagot hoz. Kit választanál csapatodban? Én az átlagosat. Hát attól függ, mennyire hullámzó. Mert ha mondjuk 10 meccs alatt csak egyszer hullámzó, akkor... Hát sajnos csak ennyit tudsz róla, hogy hullámzik. Hogy hullámzik. Ez egy légiós, akit le kell igazolni. Hát légiósba extrát kell leigazolni, tehát... Akkor az átlagos. Hát az átlagos az nem mindig extra. Szóval ez ilyen nehéz. Jó, ettől szép a sport, hogy erre nem tudtunk válaszolni. Igen. Erre nem tudom. Erre nem, nehéz. Köszönöm, hogy ezt is elmondtátok, és folytatjuk tovább, nézzük, hogy mi a következő témakörünk. A legelső, ami följött, és ezt tolmácsolni szerettem volna mindenféleképpen, hogy gyönyörűek vagytok. Aztán pedig Eszter kérdésével folytatjuk.
Eszter kérdésével folytatjuk. Mi a titkotok, hogy még mindig ilyen jó barátságot ápoltok? Őt, aki kérdezte, arról hadd beszéljek én, jó? Mert hogy rendben. Játékosom volt. Eszter. Tauker Eszter, igen, aki ezt kérdezte tőlünk, és ő aztán igazán tudhatja, hogy mi a titka annak, mert hogy itt játszott jó pár éven keresztül a Ferencvárosba, tehát az eleve ugye a sikerek, az mindenféleképpen összekovácsolt minket, a mérhetetlenül sok együtt töltött idő, az egymás elismerése minden szinten, úgyhogy megbecsülése, úgyhogy jó ezekkel az emberekkel dolgozni, akik itt ülnek mellettem. Ezt így teljesnek, teljesnek érzitek, vagy kiegészítenétek? Hát azonos korosztály voltunk, amikor elkezdtük körülbelül. Hát jó, ez egy-két év nem szükség. És azért így tényleg nagyon sok mindent csináltunk együtt. Először az András próbálta a csapatot formálni, de aztán már mondta, hogy jó lenne, nem nyaralnánk minden nyáron együtt. De ezt mi nem tartottuk be. Tehát azért az Andrásnak ebbe az első évben volt munkája, de aztán nem kellett annyira sokat, mert tényleg azóta is azért volt, hogy már családos túl nyaraltunk együtt. Igen, ez egy olyan, hogy jókor voltunk jó helyen így együtt. Az az első év azért meghatározó volt számunkra, hogy a pályafutásunkban érhetünk el sikereket, és tényleg egy olyan jó közösség alakult ki, hogy tudtuk, hogy egy irányba kell mennünk, és azt csak akkor érhetjük el, hogyha tényleg összefogunk, és emberileg is olyan emberek alkották ezt a csapatot, akik tényleg zseniálisak voltak, és odafigyeltünk egymásra, és segítettük egymást, ahol tudtuk, és ez tényleg megmaradt a mai napig. Mikor lehet ismét ott a magyar női kézilabda válogatott egy világversenyen, egy dobogón, és itt most nyilván a felnőttekre gondolunk, mert hogy az utánpótlásunk az kezd ismét vagy újra nagyon szép eredményeket elérni a felnőttek, mikor lehetnek ott egy világversenyen a dobogón. Nem egy könnyű kérdés, és látom, hogy itt nehéz őszintének lenni. Igen. Tehát a diplomat, de nem feltétlenül kell. De bízunk abba egyébként, tehát azért az utánpótlás sikerek azért nincsenek véletlenül, és azt gondolom, hogy azért lehet egy jó alap. Természetesen szerintem azért nem egyértelmű, hogy azért, mert megnyertünk most így hirtelen azért nagyon sok világversenyt, hogy akkor majd a felnőttbe is, de én azért optimista vagyok, tehát azért én úgy gondolom, hogy azért a következő olimpiáig lehet egy ütőképes csapatunk, ami azt jelenti, hogy akár ott EB-t, VB-t vagy olimpián dobogót el lehetne érni, tehát szerintem azért ez benne lehet. Rendben. Hogy nem tudom, hogy mi vagy gondolja, hát muszáj optimistának lenni, igen. De még zsebeti láttok bele jobban. Vannak ügyes, tehetséges fiataljaink, úgyhogy mi nagyon bízunk benne, hogy előbb-utóbb ez be fog érni, és hasonló eredményeket el tudnak érni, mint mi. Ez jó érzés egyébként, hogy azért, amikor játszottatok, azért volt, hogy titeket is ütöttek, vágtak. Az jó érzés, hogy azért magasra tettétek a lécet, amit az nyilván nem jó érzés, hogy ezt most nem tudják átugrani, de hogy azért ott van a léc. Mindenféleképpen jó érzés. Jó érzés, amit elértünk, és hogy ugye most ugyan ez a tokiói olimpia majd valószínűleg jövőre lesz, de hogy mindig ilyen olimpia évében mindig az vagy az ember végig gondolja, hogy tényleg azért az Ildivel két olimpián ott voltunk, és mind a kettőről érvemmel jöttünk haza. Most ugye a kijutásért is nagy harc van, és nehéz lesz, még ugye, sajnos nem elmaradt a kvalifikáció, meg minden, tehát még nem tudjuk, hogy kijutunk, vagy nem, vagy mi lesz, de bízunk abban, hogy azért ott tudunk lenni, és az már egy lépés, hogy 2008 után újra ott legyünk. Utolsó témakörünkhöz érkeztünk, lássuk, hogy mivel fejezzük be. Tehát nem véletlenül választottunk ki benneteket, ugye az aktív pályafutásotokat követően is hűségesek maradtatok a klubhoz. Az elmúlt 30 évről, hogyha lehet egyfajta speciális látásmódotok, hogyha ezt a 30 évet három részre bontjuk, 90-es évek, 2000-es évek, 2010-es évek, akkor a Fradinak ezt, és most nem csak a kézilabdát értem, hanem akár az egész Fradit, ezt a görbét ezt hogyan írnátok le, hogyan látjátok az elmúlt 30 évünket, és ez a közelmúltnak az értékelése.
Én azt gondolom, hogy amikor mi is aktívak voltunk, akkor volt egy nagyon sikeres időszak a Ferencvárosnak, mint klubnak. Ugye az azt hiszem, hogy 95-ös volt, amikor nagyon sok bajnokságot nyertünk a labdajátékokban, és ugye hát akkor szerepelt a labdarúgó csapat a BL-ben, és ugye hát az szerintem az azért meghatározó minden klub életében, úgyhogy mi is akkor nagyon, tehát tényleg nagyon jó csapatok voltak itt a Fradiban. A 2000-es éveket azt úgy jellemezném, hogy akkor azért a sport úgy szenvedett elég rendesen, nem csak Ferencváros szinten, hanem minden szinten. Úgyhogy azt NB2-ztünk ugye a labdarúgásba, ami jogtalan volt, de hát ez így volt. Történt. Igen, és ugye a kézilabdában is itt 15 év után az András elment 2007-ben. Itt is azért elég nagy krízis helyzet volt. A 2010-es éveket pedig újra úgy jellemezném, hogy a második fele az már tényleg megint a Fradiról szólt a csapatjátékok kapcsán, úgyhogy ugyan a kézilabdában nem voltunk annyira sikeresek, mint a 90-es években, de más, gondolom mások, tehát más a célunk. Kicsit megváltozott a sportág is, megváltozott igen, a világviszonylag már európai szinten. A mi időnkben azért nagyon kevés volt az idegen légiós, egy-egy csapatban volt egy-két ember. Ma ez már nemzetközi szinten azért megnézhetjük, hogy mindenhol rengeteg idegen légiós volt, ezért kézilabdában nem azt mondom, hogy nem vagyunk sikeresek, én azért úgy értékelem, hogy ez a 2010-es években is sikeresek vagyunk. Nézünk benne, hogy azért néha-néha nagy bajnokok is leszünk. Ezt elég jól összefoglaltad, egy kicsit módosítanék a kérdésen, hogy akkor a Népliget ezen szegletéből, ami a kézilabda szeglete, innen hogy éltétek meg akár a 90-es évektől? Ugye most akkor vegyük onnan, hogy a Kisvaházba kezdtetek játszani, utána megépült az Elegyula aréna, aztán kicsit amennyire lehet érzékelni, kicsit magára hagyatott a sporttelep, magára volt hagyva, és hogyha ez nem szerintelenség, hogy az új stadion építésével, amikor átjött a Fradi, akkor egy kicsit megint elkezdődött az élet itt felpesdülni. Ezt jól látom-e? Igen, én azt gondolom, hogy tényleg nagyon nagy élmények értek bennünket a Kisfaházba, tehát azért is húz oda a szívünk nagyon, de természetesen nagyon örültünk, amikor megépült az Elegyula aréna, mert azért itt több néző elfér, sokkal, sokkal másabbak a körülmények itt azért egy ilyen nagy arénában. Igen, az látható volt, hogy ott a 2000-es években, 2000-2010 között azért egy kicsit olyan, nem azt mondom, hogy elhagyottabb volt ez a Népligeti sporttelep, de a 2010-es évek után viszont úgy fellendült, tehát hogy nagyobb mozgás volt, nagyobb élet volt, tényleg amikor átjött a foci szakosztály és a focisták átjöttek, tehát tényleg annyira végig sétálunk itt például, átmegyünk a faházba is edzést tartani, és mit tudom, ilyen 2-3 körül még üres a telep, és ahogy vége az iskolának, és jönnek a gyerekek, és egyre többen, és utána már tényleg tele van ez a sporttelep, ez egy annyira jó érzés. És ott a 2000-2010-es évek között ott azért egy kicsit gyengébb volt ez, tehát kevesebben voltak, nem volt ilyen mozgás. Erika, egy kicsit veled most akkor ráfordulnánk már a jövőre, vagy van még mondani valód? Ja, nincs, hát annyira összefoglalták szépen, igen. Most egy kicsit megint azt játszanánk, hogy én mondok valamit, és az én mondatom az úgy hangzik, hogy 10 év múlva a játékosaim. És mi a vágyad, mit szeretnél? Hát 10 év az hosszú idő. Szeretném, hogyha akik jelenleg a kezeim között vannak most, azok legalább valamelyik NB1-es klubban vagy NB1-B-s klubban játszhatnának legalább, mert az azért mindenki tudja, hogy keveseknek adatik az meg, hogy itt a Ferencvárosban folytassák végig a pályafutásukat. Ugye beszéltünk arról, hogy ahhoz jócskán kell szerencse is a tudáson kívül, de szeretném, hogyha ha soknak lenne lehetősége arra, hogy NB1-es vagy NB1-B-s klubokban játszom, mint ahogy az eddig a kezem alatt lévő gyerekek közül is nagyon sokan vannak ilyenek. Tényleg azért dolgozunk itt a Ferencvárosban is, hogy minél több játékost, minél több gyereket megpróbáljunk feladni a felnőtt csapatnak, vagy esetleg, hogyha a Fradiban nem is, de más klubokhoz, akár NB1-be vagy NB1-B-be, és szeretnénk, hogyha minél több ilyen gyerekünk lenne, akik
ilyen csapatoknál el tudnak majd helyezkedni. És bár tőled egy kicsit más kérdezek. 10 év. Igen, én ezt most itt felírtam magamnak, hogy 10 év múlva Márton Gréti 31 éves lesz, és Imre Bence 28 éves lesz, ugye kisfiad. Kisfiad. 10 év múlva a Ferencvárosi kézilabda. Hát bízom benne, hogy amit már előbb is prognosztizáltam, hogy egy-két bajnokságot tudunk a következő 10 évben nyerni. Számomra ez lenne a legnagyobb cél. Engem a BL az annyira nem tud lázba hozni, nem azért, mert hogy nem értékelem a BL-eknek a fontosságát, hanem ugye nekem nagyon sikeres a pályafutásom, úgy gondolom, de sose voltam BL győztes, meg KEK győztes, tehát egyik se adatott meg, úgy látszik a sors az olimpiákba, az olimpiai érmeket adta a helyet, ezzel én nagyon jól el vagyok, tehát én sokkal büszkébb vagyok arra, hogy magyar bajnokságot nyertünk, mint hogy nemzetközit nyerhettünk volna, úgyhogy én azért a BL-nél annyira nem, de a magyar bajnokságot azért egyszer-kétszer jó lenne a következő 10 évvel érni. Szeretném megköszönni, hogy itt voltatok, és hogy elmondtátok mindezt, és szeretném megköszönni azt is, hogy aktív pályafutásotok befejeztével is hűségesen szolgáljátok a Ferencvárost. Kedves nézőinknek pedig szeretném megköszönni ezúton is a figyelmet, illetve azt is, hogy ebben a nehéz időszakban is támogatják a Ferencvárost. Azt kívánom mindenkinek, hogy vigyázzon magára, vigyázzon a szeretteire, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok a szeretteitekre. Hajrá Magyarország, hajrá Ferencváros!